Vége a karácsonynak és a Hanukának, de ami talán mindennél fontosabb, a közös családi ünnepléseknek. Hogyan ünneplünk, mennyire vallási és mennyire világi már az ünnep? Rombolnak vagy építenek a fogyasztói attitűd és az új és erősödő társadalmi politikai jelenségek? Hol a vallás helye a modern Európában és Magyarországon? A témánk ezúttal talán nem igényel teljes egymásnak feszülést, de ez itt a csat. Jó estét kívánok a kedves nézőknek, túl vagyunk az ünnepen, vagy legalábbis az ünnepnek egy részén, mert ugye a szilveszter az még előttünk áll, és erről fogunk beszélgetni, arról, hogy hol tartunk, mit jelent manapság az ünnep, és hogy kinek mit jelent. Négy vendégünk van itt az asztal körül, ahogy megszokhatták. Az első közülük Nagy Gergely, református teológus. Pátosz, erőltetett mosoly, mintha nem lenne holnap. Sokszor legszívesebben megfojtanánk egymást egy kanál halászlében, de nem lehet, hiszen ez a megváltó születésének, a szeretetnek az ünnepe. De a kollektív tudattalanunk retteg attól, hogy szembenézze magával, ezért a kötelező pótcselekvésekbe menekülünk. Így viszont a szeretet, a megváltás és az ünnep is csak egy újabb, torz, kötelező kör marad. Pintér András Gábor, a Szkeptikus Társaság elnöke. Bár a karácsony vallási jellegű spiritualitásával, a mögöttes történetekkel szemben meglehetősen kritikus és gyanakvó vagyok, számomra is sokat jelentenek az ünnepekhez kötődő rituálék, és kiváló alkalomnak tekintem ezt az időszakot arra, hogy gyakoroljuk az egymással való odafigyelést, a szolidaritást és az együttműködést. Farkas Attila Márton, kulturális antropológus, egyiptológus, esszéista. Nem szeretem az ünnepeket, mert kimozdítanak a hétköznap kényelmes konformizmusából. Ugyanakkor szent időnek tartom őket, a kulturális emlékezet jelzőoszlopainak, tájékozódó pontjainak. Köves Lomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija. A fény dolga megvilágítani azokat az értékeket, amelyek körülöttünk vagy éppen bennünk vannak, de a sötétség miatt nem vesszük őket észre. Ez a dolga az ünnepnek is, felismerni az igazán értékes dolgokat. Megpróbáljuk a spirituális oldalról kezdeni, és akkor Slomo, kérem, hogy fejtse ki azt, hogy hol tartunk a fény és a sötétség küzdelmében? Nevezhetjük egyáltalán így? Hát szerintem ez egy nagyon személyes kérdés, mert ez a fény és a sötétség az nem egy objektív állapot, hanem mindenkinek a személyes állapotán múlik, hogy hol tart ebben. És az ünnepek ebben az értelemben mindig egy lehetőség arra, hogy több fényt hozzunk az életünkbe. Egy nagyon érdeklődéssel hallgattam az előttem beidézeteket, és ugye ez nem valami fajta ilyen naív idill, hogy ahogy eljön az ünnep, meggyúlik a fény, és akkor minden olyan szép lesz, hanem éppen az, hogy azzal, hogy ki vagyunk zökkentve a hétköznapoknak a rutinjából, szinte rá vagyunk kényszerítve arra, hogy magunkba nézzünk, és ott lehet, hogy fogunk találni mindenfélét, nem csak fényt, de legalább rá vagyunk kényszerítve arra, hogy ne tudjuk megkerülni ezt a saját magunkkal és a környezetünkkel való szembesülést. Úgyhogy ez egy lehetőség. Az ünnep az mindig egy lehetőség, és ez a lehetőség aztán dönti el, hogy éppen hol tartunk a fény és a sötétség küzdelmében. Farkas Attila Márton azt mondta itt az idézetben, hogy nem szereti az ünnepet, ugyanakkor szent időnek tartja. Hasad tudatú vagyok ebben, mint oly sok másban is, persze. Tehát egyrészt kimozdít abból a jó kis napi rutinból, abból a komfortérzetből, a komfortzónából kivesz az ünnep, ugye? Tehát vásárolni kell, készülni kell rá, együtt kell működni a családtagokkal, be vannak zárva bizonyos boltok, stb. De ez mind kényszer? Hát nálam, aha, igen. Most nem akarom megjátszani magam, így van. Ugyanakkor szent időnek tartom. Tehát, de nem a bevásárlás részét. Azt nem, azt egyáltalán nem. De
bizonyos értelemben még azt is. Az ember rá van kényszerülve, hogy másoknak ajándékot vegyen. És ez egyébként jó dolog. Én most tudom, hogy kicsit konfúz ez, tehát így néző, hogy mit beszél, nem szereti, mégis szereti. Tehát nem szeretem, mint kényelmes ember, viszont nagyon fontosnak tartom. És még ebben a leromlott állapotában is őriz valamit a mítoszból, meg a szakralitásból, amit ugye meg a kulturális emlékezet szempontjából tartok fontosnak, ugye jelzőoszlop. Gergely, most akkor itt csak pótcselekvésekről lehet szó? Szerintem... Erre kényszerít minket a világ? Igen, és éppen azért nem értek egyet a fammal sem. Ki az, aki rákényszerít bennünket, hogy megajándékozzuk a másikat? Ez nem kötelező. Ezt valamilyen formában a fogyasztói társadalom erőlteti ránk. És amit itt a rabbi úr is elmondott, hogy ez egy időszak annak, hogy befelé tudjuk fordulni, hogy egy kicsit megvizsgáljuk magunkat, odafigyeljünk jobban egymásra. Pont ez az, amit ellehetetlenít most az ünnep köré felépült fogyasztói kultúra, és az, hogy vásárolj, próbáld meg minél boldogabbnak tettetni magad, kényszeríts rá magadra valamiféle szeretetet a másik iránt, és valamiféle befelé fordulást. Tehát mindaz, amiről az ünnepnek kéne szólnia, az, hogy igen, Krisztus megszületett, ezt ünnepeljük alapvetően karácsonykor, legalábbis a keresztények, a szeretet az emögött elvesztük, és emiatt lehetetlen tulajdonképpen egyrészt befelé fordulni, másrészt pedig pont az lehetetleníti el részben, amiről a fan beszél. András, és ateistaként, szkeptikusként hogy ünnepel az ember? Szintén egy kicsikét csatlakoznék a hasadtudatúakhoz ilyen értelemben, hiszen... Egy külön társaság akkor most. Igen, alakítunk majd egy külön társaság, az, hogy átul is beleegyezik. Nagyon-nagyon érdekes az, mert számomra pont ez a szakrális a jellege az, ami bizonyos helyzetekben, ha egy kicsikét úgy érzem, hogy még túl is toljuk, akkor egy kicsit irritál, de egyébként, és természetesen nem vagyok nagyon híve a fogyasztói társadalom kényszereinek sem, tehát nem gondolom, hogy ezzel az őrült vásárolgatással, amit ilyenkor mindenki csinál, amikor még adósságukba is verik magukat vele azért, hogy minél nagyobb költekezésbe foghassanak, ezzel szintén nem értek egyet, de mégis látok benne valamit, számomra is van egy, ha nem is spirituális, de valamiféle pozitív hozadéka az egésznek, mert az, hogy mindannyian tulajdonképpen ilyenkor kapunk lehetőséget arra, hogy olyanokkal, akikkel lehet, hogy egész évben nem találkozunk, összejöjjünk, egy kicsikét a családi kör kialakuljon, persze ez a veszekedésekkel együtt jön, a konyhában sürgés, forgás, amikor mindenki útban van mindenkinek, ez is egy ilyen őrült helyzeteket tud teremteni, de valahogy mégis van benne egy olyas valami, amit egész évben várunk. Tehát ateistaként is lehet várni a karácsonyi időszakot. Az idézet végén ott van, hogy odafigyelés, szolidaritást és együttműködést gyakorlunk. Most akkor, ha más szemszögből közelítem meg, ez nem valamifajta fele baráti szeretet? És akkor mégis van köze valamelyest a spirituális léthez? Hát én ezt határozottan kijelenthetem, hogy a felebaráti szeretetnek ebben a megfogalmazásban nyilván van spirituális háttere, de mindaz, amit képvisel, vagy amit szeretne jelenteni az én olvasatomban, ahhoz egyáltalán nincsen szükség magára a szakrális háttérre, hanem egyszerűen csak annak a tudatnak, vagy annak a ténynek a tudatosulására, hogy mi tulajdonképpen emberekként nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezt megtanuljuk. És nem véletlenül azt mondtam, hogy gyakoroljuk, mert hogy az, hogy meg is valósul-e mindez, az azért úgy, hát, hogy is mondjam, nagyon sokszor egy kicsikét azért akadályozottnak tűnik. Tehát nem sikerül ezt mindig megvalósítani, és egymás feszülések vannak társadalmi szinten, meg személyi szinten is. Ezeken jó lenne túllendülni, ez mindannyiunk érdeke lenne. Többen szóba hozták azt, hogy a fogyasztói elvárások azok milyenek velünk szemben, úgyhogy akkor ezzel folytathatjuk is.
Minden tizedik magyar maximum 10.000 forintot költene karácsonyi ajándékra, több mint negyedük pedig a 10 és 30.000 forint közötti sávot célozza meg, derült ki az árukereső.hu karácsonyi kutatásából. A megkérdezettek fele árakciók segítségével szeretné csökkenteni a karácsonyi költségeit, 20%-uk pedig úgy, hogy kevesebb hozzátartozónak tervez ajándékot venni. A tavalyi 7 megajándékozotthoz képest idén a legtöbben már csak 3-6 rokonnal vagy baráttal számolnak. A vásárlásnál ma már a környezettudatosság is számít. A vásárlók több mint 6%-a eszempont alapján rendel termékeket. Kényszer vagy nem kényszer? Reflektálnék, így van, Gergőre, tehát ki az, vagy mi az, ami kényszerít minket. A felettes éned, Gergő, tudod, ami miatt mondjuk nem hasalsz ide az asztalra, tehát karácsonykor eltesszük a sérelmeinket, szeretnénk másnak örömet okozni, vagy tudod mit, rákényszerít minket a felettes énünk arra, hogy örömet okozzunk, és nem az ösztönénünk szabályoz minket, ami azt szeretné, hogy jaj, ugyanúgy akarom magam jól érezni, mint hétköznap. Tehát én de ez a felettes én, ez legyűrhetetlen? Abszolút, hát a pszichopatáknál nem. Tehát van, aki szociopatánál, ott le van győzve. Gergő, ezt megkaptad. Arra kényszerít rá minket, hogy hazudjunk, hogy olyanokat is sok mindenre megpróbáljunk szeretni, vagy olyanoknak is azt mondjuk, hogy szeretlek, akiket valójában gyűlölök, és olyanoknak is szeretettel próbáljunk meg ajándékot adni. Csakkor oda mész valaki, ez aki gyűlölsz, hogy aj, de szeretlek, azért ez nagyon életszerű. Hát rengeteg családban ez van, és ez fordul elő, hogy ilyenkor össze kell ülni, okay. Igen, a képmutatás azok az világos, a képmutatás az nem jó. Ezt na de valahol nem pont ez a tanítás lényege? Tehát, hogy az egész üzenet, ha már emlegettük az előbb a felebaráti szeretetet is, hogy nem az, hogy akkor most gyakoroljuk azt a toleranciát, azt, hogy elfogadom azt az embert, akit egyébként el nem tudok viselni a hétköznapokban. Az ateista képviseli most a krisztusi minőséget. Nem, mert vágod. De akkor ez ne és karácsonykor. Azt szerettem volna levezetni belőle, hogy és nehez nem kell krisztusi minőséget. De ne csak karácsonykor történjen ez meg, hanem akkor történjen ez meg minden egyes nap, és akkor leszünk hitelesek. De az egy ateista prédikációt is hallottam, az azért nagyon ritka. De az ünnep attól ünnep, hogy nem hétköznap. Tudod, van a hétköznapi, a profán idő, és van a szent idő, hogy van a profán tér, ezt az utca, piac, és van a szent tér, a szentély. Csak akkor már nagyon nagy baj van, hogyha az ünnep miatt kell azt gyakorolnunk, amiről az András beszélt. Hát talán nincs kifogásunk arra, hogy ne gyakoroljuk. Ugye? És akkor ez megint oda jut vissza, hogy az egyik oldalon kényszerítve vagyunk arra, hogy ezt gyakoroljuk, de a másik oldalon viszont jó, hogy kényszerítve vagyunk, mert nincs kibúvó. Ugye zsidóként nyilván ugyanez a probléma nem a karácsonnyal, hanem a zsidó ünnepekkel kapcsolatban merül föl, mint kérdés, és ugye abban a könnyű vagy nem könnyű helyzetben vagyok, vagy vagyunk, hogy ilyen karácsony jellegű ünnepek, amikor leáll az élet, és semmilyen mozgás nincsen, az nálunk hetente van, úgyis a szombat erről szól. A szombat olyan, mintha minden héten lenne egy karácsony, amikor a család összeül, ugyan a villamos jár, de nem szállunk fel a villamosra, nem megyünk vásárolni, mindent, amit el kell intézni, ezt előtte intézünk el. És itt nem az ajándékozáson van a hangsúly, hanem azon, hogy miről szól egy ünnep. Egy ünnep arról szól, hogy mik az igazán fontos értékek az életben általában, mi az, ami miatt érdemes összeülni egy családnak, mi az, ami miatt mégiscsak össze vagyunk kötve, akkor is, ha nem őszintén szeretjük a másikat. És szerintem szakrális háttér nélkül nehéz ezt megtalálni. Hogyha nincsen egy olyan közös érték, ami a családot összeköti a biológiai összekötésen túl, akkor valóban nehéz túllépni azon, hogyha nem szeretem a másikat. Ez pedig, ez a közös érték, nagyon sok esetben éppen ez a szakrális háttér. Ez nem valami képmutatás mégiscsak, hogy ajándékozunk, pedig nem szeretjük a másikat? Hát szerintem az egyik oldalról sokszor szükség van arra, hogy képmutatóak legyünk, mert a normális élet része az, hogy valahol a cselekvés szférájában hidaljuk át azokat a dolgokat, amiket esetleg érzelmileg másképp érzünk, és akkor így valahogy túl tudunk lendülni bizonyos dolgokon, de közben persze nem egyetértek, hogy önmagában az ajándékozás nem teszi ünnepi az ünnepet. Ha nincsen valamilyen közös érték, amitől minket ez a mai nap összeköt, akkor nem az ajándéktól lesz szép az ünnep. Tehát az biztos sokkal fontosabb az, hogy ennek szerintem minden ünnepnek a maga spirituális vagy szakrális háttere meglegyen, mert különben nehéz ezt a közös pontot megtalálni. Van egy olyan kifejezés, hogy áldozat, ugye? Hozzátartozik a szakralitáshoz is, de hétköznapi
értelemben is használjuk. Tehát amikor valaki beleveri magát akár adósság vagy karácsonykor, azt tekinthetjük áldozatnak. Több ezer éves, több tízezer éves dologról van szó. Áldozunk valamit. Rítus. Ez egy rituál, jó, akkor nevezzük rítusnak. Vagy társadalmi elvárás. Mindig az volt. Az utóbbi? Társadalmi elvárás? Én ilyen több szempontú csávó vagyok, és foglalkozom vallástörténettel. És hogyha mondjuk egy dürkheimi szempontot nézzük, akkor társadalmi elvárás, ma vallás a társadalmi létnek egy szimbolikus kifejeződése jutása. Ha viszont freudi vagy egy valláspszichológiai szempontból, akkor a felettes, tehát is, mind a kettő. Egyébként összefügg, tehát mi a felettesén? Hát ez a szocializációval, a neveltetéssel együtt jelenik meg, alakul ki, és van fölöttünk, és szabályoz. Persze ez most nem a szakrális szempont, azt is behozhatjuk a vallásos szempontot, de visszatérve, tehát hogy tekinthetjük úgy, hogy rítus és áldozat, még egy ateista szempontjából is. Mircea Eliade, 20. századi vallástörténész, azt mondta, hogy vagy vezette be a kriptovallásosságnak a fogalmát, és egy olyan nagyon merész kijelentést tett, hogy minden ember vallásos, csak nem tud róla. A szónak nem abban az értelmében, hogy miket hisz, hanem a funkcionális értelmében. Tehát mindenki számára van ünnep, szentély, mítosz, csak nem annak papság, csak nem annak nevezi. Uh-huh. De ezek társadalmi konstrukciók tulajdonképpen, tehát ez egy valamiféle, és egy ateista szemszögéből mindaz a szakrális háttér is ugyanúgy egy társadalmi konstrukció, mint amit itt amire az egészet felépített. De akkor az, amit mondasz, hogy minden társadalmi konstrukció, akkor ez viszont a te mítoszod funkcionálisan. Ezt így nem látom ennek a logikáját. Akkor ez azt jelenteni, hogy ha egy lakatlan szigeten vagyok, akkor nem ünnepelném a Hanukát vagy a karácsonyt? Akkor nem lenne ünnep? Biztosan. Akkor nem lennének alapértékeim, mert tulajdonképpen csak a társam határozza meg, hogy mik az értékeim. Tehát ha nem társadalomban élek, akkor vadállat lennék? Ezt nem állítottam, és nem is gondolom, tehát, de egy érdekes kísérlet lenne, hogy akkor egyáltalán mi lesz abból, hogyha valaki egy magában van, akkor ünnepli azokat az ünnepeket, amik egyébként egy társadalmi közegben ugye fontosak lehetnek. Én számomra nem is maga az ünneplés, és nem is maga ennek a ténynek a megléte az, ami zavaró, hanem az, hogy... Nagyon érdekes, hogy még mindig tulajdonképpen egy nagyon erős mítosz köré épül az egész, amit ráadásul ezer felé el is torzított a társadalom. Tehát ugye például az ajándékozás háttere. Mi áll az ajándékozás hátterében? Tehát az ajándékozás honnan, hova ment? Tehát a történet szerint, amit ünneplünk Krisztus születése környékén, Krisztust ajándékozták meg. És mit hallunk? A Jézuska hozza az ajándékot, a angyalka hozza az ajándékot, stb. Tehát még ez is ilyen társadalmi torzulásokon ment keresztül, és mindeközben, erről mindről megfeledkezünk, ezekkel nem is foglalkozunk, csak őrült módon vásárolgatunk. És ráadásul ennek van egy olyan oldala is, hogy itt a vásárolgatás keretein belül, meg a vásárolgatás hevében, meg aztán van egy elképesztő erőteljes kitettsége az embernek abba az irányba, hogy jól átverjék különböző dolgokkal, mert ilyenkor a karácsonyi időszakban mindent el lehet adni. El lehet adni, és itt ezt az eladást is próbálja meg valamilyen formában szakralizálni, vagy spiritualizálni, és azt mondtad, hogy az a címe, adósságba verem magam, és az egy áldozat a részemről. Persze. Há, hogy azt, amit rám kényszerít a fogyasztói társadalom, a tömegmédia, hogy eladósítsam magam, és felelőtlenül gondolkodjak túlépve a saját kereteimet. Tudod, hogy bizonyos indián törzseknél is volt ilyen, hogy a szégyen olyan erős társadalmi funkcióval bírt, hogy mindenét odaadta az ajándék, ilyen ajándékozás. De ezt ne akarjuk már pozitívumként beállítani, akkor próbáljunk már afelé törekedni, hogyha már mindenképpen, mindenáron ajándékozni szeretnék, akkor felelősség teljesen tegyem is az áldozataimat, ne december 10-én felvett hitelből hozzam meg, hanem az egész évben fejlesz. És mondanék még valamit. Áldozat önmagában semleges. Van jó áldozat, rossz áldozat, bocs, van elrontott rítus, van sikerült. De azért szerintem az, hogy Gergőnek nagyon nagy igazsága van abban, hogy ez egy kényszer, az szerintem mi sem bizonyítja jobban, mint az a mértékű stressz,
amit ez a dolog okoz. Tehát elvileg én is ajándékozom. De mindenki, és csomó mindenki hiszel. De ugye is. Arról van szó, hogy az egyik nagyon jó, és talán lelki, és társadalmi értelemben is egy nagyon fontos jelenség lehet az, hogy ilyenkor az ajándékozás egy lehetőséget ad arra, hogy mi egymásra gondoljunk, egymásra figyeljünk, hogy én valami olyasmit akarok adni, ami személyes, ami ott van. De nem ez történik nagyon sok esetben, hanem csak egyszerűen maga a tény, hogy én nekem kell adnom valamit annak a másik embernek, és nagyon sokszor látjuk azt, hogy emberek halálra stresszelik magukat az utolsó napokban karácsony előtt azért, hogy csak mindenkinek, még van, akinek még nem adtam, és akkor így pipálja a listáját. De nem arról van szó éppen, hogy ha a szakralitást elvesszük egy ünnepből, és elvesszük azt a spirituális hátteret, akkor emiatt kerül előtérbe olyasmi, mint mondjuk az ajándékozás, ami, ha jól sejtem, bár mondjuk a karácsony kapcsán nem biztos, hogy én vagyok a leghitelesebb, hogy erről véleményt mondjak, nem alapvető része ennek az ünnepnek. Tehát a kommunizmus idején ennek az ünnepnek át kellett formálni valahogy a jelentését, hogy a szakralitása elveszen, és akkor hát mi legyen az, akkor legyen valami más, valamilyen olyasmi, amit ajándékozásnak nevezünk, vagy a már korábban meglévő ajándékozás lett egy kicsit a korábbinál felerősítve, hogyha ez a szakralitás elvész egy ünnepből, akkor nem marad más, mint ez a fajta, hogy Gergő mondta, pótcselekvés. A zsidó formalitássá válik. A Hanukában ott mennyire nagyon jelentős elenyésző az ajándékozás. Tehát, de létezik? De olyasmivel, hogy csoki pénz, vagy egy pár forint. Van egy úgynevezett Hanuka Geld, ami egy ilyen hanukai pénz, zseppénz a gyerekeknek, de ezek nem... Tehát, Nem verjük magunkat adósságba miatt. És általában különben a zsidó ünnepeken, mert nem csak Hanukakor, nincs ilyen. Tehát az ajándékozás az nem része az ünnepi szertartásnak. Nem mondom, hogy nem hatott vissza a karácsony mondjuk a modern érába, és akkor hát a gyerek, több gyerek az osztályban karácsonyra kap ajándékot, akkor vannak zsidó gyerekek, az jó, akkor én Hanukára mit kapok, de ez nem ez is a társadalmi elvárás. Így van. Egyébként ezzel egyetértek, így van, tényleg. Ha elvész a szakralitás, marad a puszta forma. Akkor marad a puszta forma, meg a társadalmi kényszer, meg a felettesé. És akkor, ha most egy kicsit visszamennénk a szakralitás irányába, és egy kicsit felerősítenénk azt az oldalt, akkor ezzel azt állítod, hogy megszűnne, vagy legalábbis visszaszorulna ez a pótcselekvésként működő meggyőződésem, őrült ajándékozás? Nem szerintem igen. Na hát ez az. Igen? Szerintem meggyőződésem. Hát lenne más, ami az ünnepet betölti. A közös ima, a közös értékek, a közös beszélgetés, az ünnepi asztalnál abszolút meggyőződésem. Számomra most is ez a legnagyobb értéke a karácsonyi időszaknak. Hmm. A közös beszélgetés. Amikor leülünk egy asztalhoz, lehet, hogy a szíved milyen hívő vagy. És csak azt gondolod, hogy ateista vagy. Lehetséges, ugye végül is az ateista szónak a jelentése. Ateista is ott van benne. Igen, jó, igen, hát meg egy fosztóképző. De ugye, hát én soha nem állítottam magamról, hogy én nagyon harcosan ellene lennék a dolognak, és nem is próbáltam ezzel ellen harcolni soha. De én azt állítom ateistaként, hogy nincsen szükség semmilyen szakrális hitre ahhoz, vagy szakrális környezetre ahhoz, hogy egy ilyet értékelni tudjuk. Akkor miért látjuk azt, hogy folyamatosan feltöltődnek mondjuk azokban az országokban is, ahol mondjuk az emberek többsége ateista vagy akár Magyarországon is, ha körbenézünk, voltak tavaly olyan plakátkampányok bizonyos plázák részéről, amik egy az egyben szó szerint szakrális fogalmakat használtak azért, hogy gerjesszék benned akár a vásárlás élményt, tehát a megváltást és többit és többit. Tehát, hogyha valami mögül kiveszed a valódi lelki, spirituális tartalmat, akkor ott egy olyan űrtámad, amit az emberi természetünkből kifolyólag be kell tölteni, mert egyszerűen erre van igényünk. Na, summa-summarum, tehát hogyha eltűnne a vallás teljesen, akkor újra képződne. Lehet, hogy bizonyos szavak le lennének tiltva, tehát nem lenne ilyen, hogy Isten, lélek, túlvilág, pap, akármi, ezek a fogalmak és fogalmi keretek még le lennének tiltva, de újra képződne, csak másnak nevezné. Mit tudom én, kozmikus intelligenciának akármi. Ez nagyon jól bizonyítja az, hogy a világ tele van különböző vallásokkal. Há, hogyne. Az ufológia is egyébként ilyen félvallás, pótvallás, abszolút, az is egy vallás.
És a tudományvallás is. Na, ezt az irányt ezt szerintem ne kezdjük el, mert hogy a tudományt vallásnak tekinteni... Én nem ezt mondtam, a tudományt nem lehet, és nem is szabad vallásnak tekinteni. A tudományhoz való vallásos hit az más kérdés, és vannak ilyen emberek. De aki a tudományt vallásos hittel, aki a tudományhoz vallásos hittel áll, az nem tudja, hogy működik a tudomány. Persze. Tehát ez világos. Most már nagyon messzire mentünk az ünneptől, én értem, tehát innen azért elég sok felé el lehet indulni, de ha már letiltott fogalmak, ugye lehet-e használni azt, hogy Isten, lehet-e használni azt, hogy vallás, akkor hozunk példát, legalábbis olyanra, ahol ha nem is letiltották, de mondjuk már nem annyira ajánlanak bizonyos szavakat. Az Egyesült Királyságban igazi hagyománya van az évvégi munkahelyeken tartott karácsonyi partiknak. Ez sokak szerint azonban idejétmúlt és kirekesztő megnevezés, így az egyes munkáltatók felszólították a közszolgálatban dolgozókat, idén a karácsonyi parti megnevezés helyett az ünnepi buli vagy fesztivál kifejezés a megengedett, hogy elkerüljék a nem keresztény valláshoz tartozók kirekesztését, adta hírül a The Telegraph. Az egyik jelentős kormányzati hivatal köztisztviselője azt mondta, hogy a csapatot megkérték, olyan éttermet keressenek, ahol nem szolgálnak fel alkoholt, hogy a muszlim kollégák ne érezzék magukat rosszul. Jó, hát elmegyek egy muszlim országba, és akkor engem, mit tudom én, sért az, hogy a ramadánkor nem ihatok viszkit. Nem szeretem az ilyen dolgokat, baromira nem. Én egyébként most... Két irányba is elmehetünk, egyrészt beleállhatunk ebbe a jobb oldal által favorizált narratívába, hogy itt a kereszténység folyamatos eltörlése és elnyomása is zajlik, de nézhetjük ezt akár piaci alapon is. Vállalatnál dolgozik egy csomó nem keresztény, és tekintettel vannak erre, és akkor a karácsonyt megfosztják az eredeti mítoszától, és akkor lesz egy ilyen általános buli, és ez merőben egy piaci alapú szemléletmód, tehát semmilyen kereszténység elpusztítása meg egyéb. Ugye a felmérések szerint Nagy-Britanniában most már csak relatív többségben vannak a keresztények, tehát 46% körüli az arányuk, és rengeteg más vallású, illetve ateista van. Tehát felfogható ez úgy, hogy most már a többség nem keresztény, így akkor az ünnepet nevezzük máshogy, de hol van a tradíció vége, meddig kell ragaszkodnunk hozzá, és mikor törlünk el mindent, ami a történelmünkhöz tartozik, logikátlanul, átnevezésekkel, elnevezésekkel. Szóval hogy kell ezt megközelítenünk? Szerintem itt ugye visszatérünk ahhoz a szóhoz, hogy társadalmi konstrukció. Tehát hogyha a vallás és a vallási ünnepek az valóban csak egy társadalmi konstrukció, akkor ez egy teljesen legitim felvetés, hogy most a konstrukció mást igényel, akkor ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy ezt karácsonynak, vagy hanukának, vagy ramadánnak nevezzük. Hogyha a vallás az valami belső személyesen megvallott, és persze a társadalomban és annak legkisebb egységében, a családban is megél dolog, akkor nekem nem biztos, hogy van rá igényem feltétlenül, akár kisebbségben, akár többségben vagyok, hogy a munkahelyemen is legyen egy olyan parti, amit az én ünnepemről neveztek el, és ha valaki másnak az ünnepével elnevezett parti van, az nem fog engem bántani, mert nem a társadalmi konstrukcióban élem meg azt, ami vagyok, hanem saját belső meggyőződésemben. A hangsúly... partiként. És egyszerűen csak tekintsünk rá úgy, mint ahogy én élem meg a karácsonyt. Tehát, hogy nekem nincs meg az a karácsony. Egy ilyen évvégi céges rendezvényen nem szoktak arra kérni, hogy latinul imádkozzak, sem arra, hogy héberül. Igen. Tehát ott van valami buli, de amúgy a vallásomat azt én megélem, ettől függetlenül ez engem nem bánt. A hangsúly fennmarad, de a második részben innen folytatjuk. Ott tartottunk, hogy mi az idejétmúlt, mi a kirekesztő, mi az, ami a tradíciók miatt muszáj, hogy velünk maradjon elnevezésben vagy értékekben, és szerintem itt azért kialakulhat vita. Igen, ugye itt elhangzott a bejátszóban az, hogy volt egy ajánlás, szerint a cégek olyan helyre szervezik a karácsonyi partiaikat, ami már nem is a karácsonyi parti, ahol nem lehet alkoholt fogyasztani, mert ez sértené bizonyos vallású embereknek a meggyőződését, de... Itt két gondolat fogalmazódott meg bennem. Egyrészt minden
pozitív diszkrimináció valakit negatívan diszkriminál. Tehát, hogyha például nekem az a vallási meggyőződésem, hogy a karácsonyi vacsorához nekem mindig el kell fogyasztani egy pohár bort, vagy éppen akár a zsidó vallásban is van rengeteg olyan ünnep, amiben központi szerepet játszik, ugye a páska vacsoránál akár a borfogyasztás, akkor miért egy ember miatt, vagy egy kisebbség miatt diszkrimináljuk negatívan a többséget. A másik, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, az az, hogy például a vegánok. Nekem van a munkahelyben egy vegán kolléganőm, és olyan helyre szerveztük a karácsonyi, nem egy vegán étterembe mentünk, rajta kívül mindenki más eszik húst, hanem olyan helyre szerveztük a karácsonyi vacsorát, ahol lehet vegán ételt is kapni. Tehát miért, mi ebben a logika, mi ebben az eltorzult, pisziskedő, nem is tudom már milyen fogalmakat lehetne erre használni, hozzáállásban, tehát hol marad itt a józanész? Hol marad a józanész? Mi akadályozza meg azt a muszlim embert, hogy ne igyon alkoholt ezen a vacsorán, és miért kell, hogy akkor a többiek hozzá alkalmazkodjanak? Eljött azért el kell mondanom, hogy ez nem általános az Egyesült Királyságban, hanem a menedzsment döntheti el, és volt olyan cég, ahol amellett tették le a voksukat a vezetők, hogyha van köztük olyan, aki nem fogyaszt alkoholt vallási okokból, akkor olyan helyre menjenek, ahol egyáltalán nem lehet alkoholt kapni. Ez azért egy kicsit tényleg túlzásnak tűnik. Hát enyhén szólva, felháborító egyébként az ilyen. De ugye ez egy kicsit összefüggésbe hozható azzal is, hogy vannak olyan esetek is, amik szintén az Egyesült Királyságban jönnek, amikor például valakin, tehát fölmerült, hogy egy cég megtilthatja azt, hogy például valaki hijabot viseljen. Tehát hogy ez például egy olyan dolog, ami mondjuk a muszlim nőknél egy egészen sarkalatos pont. Na most, hogyha ez, de azt mondják, hogy ez egy vallási jelkép, tehát attól kezdve ezt a munkahelyen, ez is egy megtörtént eset volt, attól kezdve ott a munkahelyen azt ne viselje, mert az tulajdonképpen egy szekulárisan működő hely, ahol nagyon sokan, sokféle módon, vagy sokféle vallásnak a követői, illetve vannak olyanok, akik semmilyen valláshoz nem tartoznak, hogy őket ez ne zavarja. És itt is például egy nagyon érdekes... Nem lehet olyan, hogy mindenki viselhessen azt, amit akar. Mert ez, mondjuk ennek ugye ez volt az egyik érv. Ez volt az egyik érv, amikor az egész felmerült, és szerintem egyébként teljesen jogos érvek ezek, mint ahogy az is, hogy közben meg egy munkáltató, tehát egy munkáltatóról van szó, aki azt mondja, hogy neki a munkavállalóinak a termelékenysége az, ami a legfontosabb. Ha mostan ő neki a nyugalmát valami megzavarja, akár az egyik, akár a másik okból, hogy vagy betiltanak valamit, amit nem tehet, vagy azért, mert a másik állandóan ott van az arcában, hogy ő most ezt viseli, és állandóan azt kell nézni, hogy a másikon ott van a hijab, hogy akkor ez most megzavarhatja annyira a nyugalmát, hogy ez a piaci termelékenységnek a kárára menjen. És megint visszatérek oda a legelejérehez, hogy egyszerűen, ha egy kicsikét ésszel és értelmesen tudnánk toleránsak lenni egymással, akkor nem tolnánk túl ezeket a dolgokat, mint ahogy úgy tűnik, hogy ez a wokizmusnak az elképesztően túltolása, ez pontosan ilyen helyzetekhez vezet. Szerintem itt az lehet ennek a hátterében, így most gondolkoztam ezen, hogy Európában ez a, nevezzük ezt most zsidó-keresztény közegnek, vagy zsidó-keresztény civilizációnak, ez sok-sok áldozat árán eljutott egy olyan állapotba, ahol a vallási meggyőződés és a vallásgyakorlás és a társadalmi lét, azok valamilyen egészségesnek tűnő balanszot alakítottak ki. És az iszlámban ez a folyamat, ez nem, vagy másképp ment végbe, és ott a társadalmi lét és a vallás megélése az nem válik így szét. És itt van, amikor az iszlám nagy tömegekben találkozik Európában, európai kultúrájú emberekkel, akkor van egy asszimetria, hogy másképp értékelem én azt, ami körülöttem folyik, mondjuk, ha valaki alkohol, ha én muzulmán vagyok, ha valaki mellettem alkoholt fogyaszt, akkor nem úgy gondolok rá, hogy hát ez az ő dolga, hanem az valahogy engem sért, míg egy európai ember számára természetes, hogy mindenki a saját vallását éli meg. És ebben egy olyan Európában, ahol meg különben annyira elvesztek ezek az értékek, amiket meg érdemes lenne szerintem legalábbis megtartani, ott meg egy teljes zavartság van, és ezért ilyen teljesen szélsőséges mondások vannak, hogy mondjuk Franciaországban különben, ahol eleve nem csak cégek, hanem bizonyos állami
területeken, állami iskolában, állami intézményben, hivatalban nem lehet sem hidzsábot, és különben kipát sem hordani, mondván, hogy ez egy szekuláris állam. Én azt gondolom, hogy ez sérti az én szabad vallásgyakorlásomat, közben pedig vannak olyan kezdeményezések, hogy valaki ne menjen olyan étterembe, ahol alkoholt lehet inni, mert hogy akkor az. Tehát, hogy itt van egy zavart helyzet szerintem. Ugyanakkor pont Franciaország, Bézi és Oró, két kisváros, ahol eltávolították, legalábbis a bíróság döntése alapján a városházáról a betlehemeket. Ugye ugyancsak ezért, mert hogy szekuláris az állam, tehát nem arról van szó, hogy csak bizonyos vallásoknak a jelképeit tiltják, hanem a relatív többség vallásának a jelképeit is. Hát nézzünk meg bármilyen amerikai karácsonyi témájú filmet, akár egy tini sorozatnak egy karácsonyi epizódját a Disney Channel-en, akár mit tudom én, akár ilyen ezeket az ilyen gagyi filmeket tömegével, ugye, karácsonyi levetítik. Én egyetlen egyet nem láttam, ahol a kereszténységre csak egy halvány utalás lenne. Teljesen kereszténytelenítve lett a karácsony, teljesen. Tehát amit a francia kisvárosban csináltak, az már igazából csak egy ilyen pecsét ezen a folyamaton. Egyébként még azt szerettem volna mondani, hogy lehet, hogy ez a civilizációnknak ez a természetes átalakulása, vagy vége, vagy bomlása, mert a római birodalomban hasonló folyamatok zajlottak le. Tehát kiüresedett a hivatalos állami kultusz, a Jupiter, meg az összes többi, egy puszta formalitássá vált és az államnak. Megjelent a szkepticizmus, megjelent, akkor nem ateizmusnak hívtak, de annak megfelelő gondolkodás, istenek nem is léteznek, ez szimbólum, stb. Ennek nyomán kialakult egy baromi nagy spirituális vákum, bejöttek a keleti misztériumvallások, most ide a buddhizmus, meg az összes többi, ilyen exkluzív, ugyanazt a társadalmi csoportokat szólították meg, gazdagok, sztárok, mit tudom én, értelmiségiek, jó, magamat is ideértve, most magamon ironizálok, és utána meg jött a kereszténység, és legyalult az egészet. Most mi szerintem annál a fázisnál vagyunk, amikor hát az a, nem is tudom, olyan harmadik, negyedik század körülbelül. Most persze kicsit poénkodok, de azért van is benne valami. Azért egyrésztről szerintem tényleg az van, hogy a misztikumra való igény az viszont megjelenik ezekben a filmekben is, amiket emlegettél meg ezekben a tartalmakban. Mert hogy mindig valahogy a karácsony téma az mindig egy ilyen misztérium történet, de például pontosan ezért mondjuk egy átlag amerikait megkérdezel, hogy a karácsony az miről szól, és karácsonykor mit ünneplünk, akkor valószínűleg nem fogja tudni. Tehát hogy alapvetően mi az eredete és a háttere, valószínűleg nem fogja tudni, mert el fog kezdeni beszélni gyakorlatilag Szent Miklósról, akiről szintén nem tudja, hogy kicsoda, tehát hogyha egyáltalán honnan ered a története, de Santa Clausnak fogja hívni. De én visszatérnék egy kicsit erre, hogy a különböző vallások és a különböző vallási ünnepek azért vannak helyek, ahol nagyon szépen meg tudnak élni egymás mellett, és ebben például nagyon nagy szerepe van egy államnak, egy ország vezetésének. És különösen, és ez nagyon-nagyon fontos, ezért kell alapvetően szekulárisnak lennie egy államnak. Mert az államnak nem dolga az, hogy bármelyik vallás mellett is letegye a voksát, és azt mondja, hogy már pedig én ezt támogatom, és ezek vagyunk mi, mert hogy például ezek változnak, jönnek a vallások, mennek a vallások, a társadalmi közeg megváltozik amiatt, hogy vannak népvándorlások, van a migráció jelensége, ami mindig is volt az emberiség történetében, és a vallások is így terjedtek. Na most, éppen ezért például egy nagyon-nagyon jó példa erre, én rengeteget járok Kanadába. És Kanadában képes azt az állam megtenni, hogy soha nem nevezi saját magát kereszténynek, muszlimnak, semminek, viszont például a kanadai miniszterelnök hagyományosan minden különböző vallási ünnepen külön köszönti a kanadaiaknak azt a szegmensét, vagy a kanadai társadalom azon szegmensét, akik éppen azt az ünnepet ülik. Na de várjál, mert két különböző dologról beszélsz, amit el kell választani. Lehet egy, anélkül, hogy aktuál politizálnánk, lehet egy állam keresztény berendezkedésű, tegyük fel keresztény kormánnyal, keresztény miniszterelnökkel, és ez a keresztény miniszterelnök felköszönti, vagy köszöntő beszédet mond, akár egy zsidó, akár egy muszlim ünnepen. Ezzel nincs semmi gond, ehhez nem kell szekulárisnak lenni.
Tehát az, hogy egy ilyen csak ez, egy szekuláris államban egy valósulhat meg, ez egyszerűen nonsens. De ez is egy szekularizációs jelenség, hogyha egy keresztény miniszterelnök ezt meg tudja tenni, az már egy szekularizációs jelenség. Nem feltétlenül. Sajnos egyébként most kénytelen vagyok az ateista kollégával egyetérteni. Az előző évszázadokban azért a francia király nem köszöntötte föl még a hugenottáknak is a erdőbe kellett tartani az Isten tiszteletet. De ehhez nem kell szekulárisnak lenni az államnak. És de annak a folyamatnak és az eredménye, hogy már értem, egy keresztény miniszterelnök is megteheti. De hogyha egy államnak a polgárai egyszerűen döntő többségében zsidók vagy keresztények, és egy olyan kormányt választanak meg, ami zsidó vagy keresztény értékeket képvisel, akkor az állam semmivel sem lesz rosszabb, mint egy szekuláris állam. Tehát miért ne lehetne? Azt mondja, a szekulárisnak kell az lennie az nem a szekularizáció, nem a szekularizáció miatt, vagy nem... Tehát a tolerancia szerintem a polgárosodás miatt. Szerintem a polgárosodásnak az eredménye ez. Persze ezek a folyamatok valamennyire összefüggnek Európában, de az, hogy mit jelent, inkább az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy állam, és mit jelent az, hogy szekuláris állam. Mert ugye te amellett érveltél, hogy a szekuláris állam a biztosítéka mindenek, hiszen a vallások jönnek-mennek, akkor azért ezt teljesen függetlenítjük a vallásoktól. A probléma az, hogyha teljesen függetlenítjük a vallásoktól, mint civilizációs értéktől, akkor az államnak nincsen semmilyen kapaszkodója. Mi az, ami az állam keretét megteremti? Mi az, ami ugye az egész fölépül valahogy valamilyen alapból, most ugye, mint a vita általában az alaptörvény kapcsán, most nem csak Magyarországon. Ha nincs semmilyen fajta civilizációs hivatkozás benne, akkor mitől tekintem azt alapnak? Mik azok az axiómák, amikre az államot építem? Itt ehelyütt azért elmondanám, ugye Rishi Sunak mindenképpen érdekes, aki hindu vallású és a Krishna születésének ünnepén jelent meg a feleségével együtt, tehát látszik, hogy mondjuk nem feltétlenül a kereszténység mellett teszi le személyesen a voksát, de ettől azért még az állam szekuláris. Még akkor is, hogyha esetleg ő az ünnepeken nem köszöntené külön a keresztényeket, vagy külön a zsidókat, nem? Azért van ez így van, és azért van ez, mert hogy egy szekuláris állam tudja megtenni azt, hogy minden állampolgárának, függetlenül attól, hogy ők milyen vallás képviselői és milyen vallásnak a követői, meg tudja adni azt, ami alapvetően, mint általános emberi jog, megilleti azt az embert, illetve hát azért vannak olyan morális értékek, Szerintem már bocsánat, akkor Izrael ezt például nem tudja megadni? Ezzel azt állítod, hogy Izrael, mint ország, ezt nem tudja megadni az embereknek? Ha én oda költöznék, akkor én... Hát szerintem, hogy még egyszer, hogy mit jelent az, hogy szekuláris állam. Izraelben is tulajdonképpen szekuláris állam van, azzal együtt, hogy sokkal kevésbé szekuláris, mint például Angliában. Igen. Hiszen például Izraelben a rabbinátus része az állami intézményeknek. Tehát András ezt már nem nevezné szekuláris államnak. Pontosan ezt akartam mondani én is, köszönöm, hogy itt nem arról van szó, hogy létezik szekuláris állam, meg nem szekuláris állam. Ennek szintjei vannak. De én amire utaltam, az amikor azt mondtam, hogy civilizációs érték, maga az a fogalom, hogy állam, úgy, ahogy ezt mi mindannyian az asztalnál értjük, a különböző alap intézményeivel például, meg a úgynevezett fékek és egyensúlyok intézményeivel, a jó és a rossz fogalmával, a büntethetőség és a felelősség fogalmával. Ez minek a talaján nőtt ki? Mi ennek a civilizációs alapja? Én azt gondolom, hogy ennek a típusú államnak nagyon erősen a zsidó-keresztény biblikus civilizáció az alapja, és nincs ilyen, és az, ami ma van mondjuk Kínában, vagy Indiában, az egy ilyen nyugati, vagy zsidó-keresztény behatással úgymond megfertőzött, szerintem pozitív értelme megfertőzött valami, de az is tulajdonképpen ezen a civilizáción áll, nem a hindu civilizáción, és ha nézzük meg a muzulmán országokat, amik alapvetően törzsi alapon működnek, ott is van állam, de az értelmezhetetlen lenne, mint szekuláris állam, egy egészen más civilizációból nőtt ki. Kínában a konfuciánus alapon leginkább nem tudta Mao se azokat a kulturális mintákat eltörölni. Hogy a szekuláris állam az a felvilágosodás eszményein, és a felvilágosodásnak a mítoszain. A mítoszt funkcionális értelemben értem. Tehát egyébként a tudományvallás is ezt gondoltam, hogy valakinek az attitűdje a tudományhoz olyan, ő maga nem fizikus, nem ért hozzá, nem beszéli a matematikát,
a nyelvét, de úgy hisz benne, akkor számára az egy funkcionális vallás. Tehát így értettem. Szerintem egy leegyszerűsítő képlet, hogy a felvilágosodás alapján alakul ki az a államrendszer, amint de maga a felvilágosodás visszanyúlik régebbre, persze ez egy hosszú evolúció nyilván. A bibliai államképet, amiben a király, a proféta, a pap szét vannak választva, nem úgy, mint mondjuk az ókori Egyiptomban, vagy az ókori Kínában. Ez például az a fékek és egyensúlyok rendszere, amiről beszélek, hogy civilizációsan megalapozza azt, amit persze később a felvilágosodás egy nagy, aminek adott egy nagy lökést, de hogy mégiscsak ezen a civilizáción belül értelmezhető. Ezen a civilizáción belül jöttek létre azok a diktatúrák, amik a fékek és egyensúlyok rendszerét remekül kiküszöbölték. Most a diktatúrák alatt királyságokra gondolsz? Nem, rendes diktatúrák, harmadik birodalom, mit tudom, hát nyugati képződmény volt. Az alapvetően egy pogány kultúrának az alapján jött létre, ugyanúgy, hogy a kommunista... Hogy jöhetett létre Európa szívébe egy ilyen... Hát azért, mert megtagadta azt a kultúrát, amiből kinőtt. Ha már a harmadik birodalomnál tartunk, akkor azt azért megállapíthatjuk itt az asztalnál, hogy a vallások, felekezetek társadalmon belül elfoglalt pozícióját nagyban befolyásolja a szólásszabadság és a polkorrektség. Úgyhogy most ebbe az irányba teszünk egy lépést. Az amerikai rágalmazás ellenes liga elemzése szerint a Twitteren megindult a rasszista, transzfób és antiszemita tartalmak áradata, miután Elon Musk hivatalosan is átvette a platform irányítását. Musk megígérte, hogy a szólásszabadság jegyében lazítja a tartalommoderálási szabályokat a közösségi oldalon, ami sokakat aggaszt, mivel a változtatások potenciálisan lehetővé tehetik a sértő tartalmak terjedését. Így kapta vissza fiókját Andrew Anglin is, akit 2019-ben 14 millió dollárra büntettek egy súlyosan diszkriminatív antiszemita támadó kampány miatt. Hol vannak a szólásszabadság határai? Hát ez már nagyon karácsonyi téma. Hát ezt most, mint rabbi kérdezett tőlem, mint laikus. Igen, mert itt a hírben is az antiszemitizmus volt az egyik fő téma, ami megjelent. Nyilván, szerintem itt a kontextus nagyon erősen meghatározó. Én azt gondolom, hogy például az Egyesült Államokban, ahol, de most tényleg eltávolodunk, és ezt most csak laikusként tudom mondani, nem mint rabbiként, de az Egyesült Államokban másút vannak a szólásszabadság határai, mint például Európában. Én például azt gondolom, hogy ami Egyesült Államokban, ami az alap kiinduló pont szokott lenni, hogy a szólásszabadság határa a erőszakra való úszításnál kezdődik problematikus lenni. Tehát lehet antiszemita megjegyzéseket tenni, de hogyha ha erőszakra úszítok, és azt mondom, hogy öljük meg a zsidókat, az már probléma. És az a határ, én azt gondolom, hogy például Európában a maga 20. századi történelmével egy kicsit lejjebb húznám meg a határt, és nem csak az erőszakra úszításnál, hanem ennél kevesebbnél, és azt gondolom, hogy meg kell húzni a határt. A rossz tapasztalatok és a zsákutcás 20. századi történelem okán. De ezen mondjuk a kontextus. Ez képlékeny, tehát itt nem húzhatunk egy nincs szép egyenes, éles vonalat. Sajnos én szélsőségesen liberális vagyok ezen a téren, függetlenül attól, hogy én magam soha nem gyakorlom azt, hogy másokat megsértsek a kinézete, vagy bármi miatt, és utálom is az ilyet, és erre be kell szólni, de az, hogy jogilag szankcionálunk meg egyéb, tehát én azért utálom a woke-ot, meg a PC-t, meg ezeket a dolgokat, mert pont ezt az alapvető jogot sérti. A probléma egyébként nem is ott kezdődik a politikai korrektségnél, hogy valaki durva antiszemita, vagy niggerezik, vagy cigányozik, meg mit tudom én, és akkor ott még az ember úgy hajlamos elfogadni, hanem amikor már ártatlannak tűnő kijelent, mint azt mondom, hogy nem, nekem nem tetszik a Pride, most hasamra ütöttem, és akkor kapásból homofób. Ha homofób, akkor náci. És akkor a nácit azt ilyen kvantitatív metaforaként így kiterjesztik. Most azon túl, hogy ezzel ráadásul még relativizálják is, ami történt, de ez még egy mellékes, és ha már náci vagy, akkor szalonképtelen vagy, partvonalra, ott már bajod esett, ott már kirúghatnak a munkahelyedre. Tehát meddig megy el ez a folyamat? Tehát igazából ez az érdekes, hogy ez a folyamat meddig megy el? Bizonyos körökbe abszurd irányba ment el. És ezek a bizonyos körök vajon hogy ülnek rá az egész
egész társadalomra, hogy válik az ember saját maga cenzorává. Magamon veszem észre, hogy hát nem merek úgy beszélni, hogy 10 évvel ezelőtt. 10 évvel ezelőtt se nyomattam náci dumákat, meg mit tudom én, de az ember úgy poénkodik, meg laza, meg... Öncenzúra. Öncenzúra, ez borzalmas. Hát ez elviselhetetlen. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a politikai korrektségnek mennyi köze van ahhoz, mondjuk, hogy a Nyugat-Európában most már nagyon régóta nincsen háború. Azt hittem, azt mondod, nincsen karácsony. Hogy nem, hát a karácsony az most egy ideje. Van itt ebből fog végig partig. Nem a politikai korrektség miatt nincs hát háború. Szerintem az amerikai hadsereg miatt nincs háború. Nem. Egyrészt, másrészt politikai döntések miatt nincs háború. Csak ugye van itt egy olyan probléma, hogy egy politikai korrektség tud olyan társadalmi feszültségeket szülni, amire egyébként rengeteg helyen látunk példát, ami azt eredményezi, hogy sokan azt érzik, hogy itt nem lehet kimondani dolgokat, nem merünk kimondani dolgokat, tehát amellé tesszük le a voksunkat, aki ezt mégis megteszi, mert akkor ő lesz a követendő példa. És akkor ebből fakadóan viszont azt látjuk, hogy például itt, tehát ha már itt az ünnepeknél, az előbb eszembe is jutott, amikor arról beszéltünk, hogy ünnepekkel minden le van zárva, hát végül is ezt megéltük 2 éven keresztül a Covid alatt is. Na most például a Covid is egy ilyen dolog volt, hogy a szélsőséges elképzelések elképesztő támogatottságot kaptak. Azért, mert olyan dolgokat mondtak, amiket az emberek hallani akartak. És azért a politikai korrektség egyfajta ilyen olyan gátat épít fel számunkra, ami nem engedi, hogy bizonyos dolgokat kimondjunk, és bizonyos dolgokat azért nem lehet megbeszélni, mert hogy eleve nem lehet róla beszélni. Ez a túlzott politikai korrektség. Ez a túlzott politikai korrektség. És azért nem kell még a tudomány... az robbanni fog. Így van, így van. És ugye nyilván ezek... A gyűlöletbeszéd meg a politikai korrektség között azért elég tága nagyon a spektrum. De. Tehát ja. Azt nem, most kicsit olyan volt az elmúlt pár percben, mint hogyha ezt úgy tekinteném, mint hogyha vagy itt vagyok, vagy ott vagyok. Nem feltétlenül abban, amit mondtál, hanem szerintem ezt kell felismerni, hogy az mind a két véglet az hol csap át gyűlöletbeszédbe adom. Hát nem, átcsap a gyűlöletbeszédbe, vagy átcsap egy olyan önkorlátozásba, ami teljesen abszolút. Meg mit nevezünk gyűlöletbeszédnek, mert ezzel is visszaélnek, ezzel is, saját példám, Facebookon 30 napos letiltást kaptam, ilyen vicces kedés, egy gyűlöletbeszéd, sok. Na jó, de például közben nagyon sok esetben vannak, és ugye ilyenkor jön be a tudománynak az a szerepe, hogy van egy olyan objektív alap, amire viszonylag jól lehet építeni. Most az objektivitását lehet kritizálni, meg az, hogy a tudomány működése... Az már filozófia, így van, az a filozófia. De az, amikor vannak kérdések, amiknél igenis el lehet dönteni, hogy valami úgy van, vagy nem úgy van, mert ez egy mert mondjuk tudományos kérdés lehet belőle csinálni. Erről jön a vók, és azt mondja, hogy minden társadalmi konstrukció még az is. Na de, itt jövő, de... Csak befejezem a gondolatot, tehát hogy igazából itt lehet szerepe annak, hogyha azt mondom, hogy valaki teljesen megalapozatlan tévhiteket terjeszt, akkor ott annál valamiféle kontrollmechanizmusnak lennie kell. Nem azt mondom, hogy ki kell cenzúrázni, de például egy nagyon-nagyon jó irány a tényellenőrzés. Amikor azt mondom, hogy na jó, akkor nézzük meg, hogy egyáltalán van-e ennek igazság alapja. És ezt társadalmi jelenségekre, ezt etnikai témákra ugyanúgy rá lehet illeszteni, mert hogy ott is nagyon sok esetben vannak akár antropológiai, akár történelmi, tények, amikre lehet alapozni. És ha azt mondjuk, hogy itt nagyon-nagyon félrecsúszott valami, akkor ezt legalább jelezzük, hogy gyerekek András, itt... Független tényellenőrzés nincs. Tehát mindenki valamilyen szemüvegen keresztül nézi a világot, és nézi a dolgot, és ellenőrzi a tényeket. És távol álljon tőlem, csak egy példát hadd hozzak, távol álljon tőlem az, hogy bárki, akár nem tudom, oltás szkeptikus, hogy bármi ilyesminek nézzen, de egy nagyon-nagyon jó ellenpélda arra, amit most te mondtál a tudománnyal kapcsolatban az, hogy amikor beütött a Covid, és elkezdődött az oltási kampány, akkor még a Facebook álhírnek tekintette azt a, mondjuk álhírnek tekintett olyan posztokat, amikben azt írták le, hogy az oltás nem akadályozza meg a fertőzést. Ez álhír volt, most pedig tudományos tény. Hogy ez igen, így egy van. Csomó ilyen te is álhírt terjesztesz, mert gyakorlatilag az, hogy nem akadályozza meg, ez így ebben a formában nem igaz, nem olyan mértékben, mint ahogyan azt látjuk más oltásoknál. Tehát gyakorlatilag attól, itt nüanszokról beszélünk. Ha beoltatod magad, attól még elkaphatod a koronavírust. Ez, hogyha valaki leírta,
ez álhír volt. És én itt csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy még magát a tudományt sem teheted objektív mércévé. Tehát egyszerűen mindig valahol bejön a szubjektivitás. A kérdés a mérték, az az... A mérték a kérdés, mert egyrészt azért a szélsőséges relativizálásnak a elképesztő kártékony hatásait látjuk. Ebbe egyetértünk. Ugyanakkor maga az, hogy tényellenőr, nekem már ez a szó ilyen Orwell. Csak egy lépés vagyok a gondolat ellenőrzésre. Igen, rossz ízű, rossz konnotációi vannak, de ez csak egy esztétikai, meg egy ilyen ez az ellenőr egyébként a magyarban lett ennyire nagyon, viszont, nagyon félrefordítás. Viszont nincs objektív. Tudományfilozófusok foglalkoznak meg, tudományszociológusok ezzel. De ez már egy más szint. De a hétköznapi létünkben az a kénytelen vagyok egyetérteni, hogy a relativizálás az kártérő. Tehát valami objektivitás, tehát valahol megtalálni kell, kapaszkodó kell. Érdekes, hogy hova jutottunk a vallástól, a szólásszabadságon keresztül a koronavírusig. Minden volt itt, kicsit olyan volt, mint egy karácsonyi asztal talán, vagy egy évzáró ünnepi asztal, hogy mindenről lehet beszélni. Remélem, hogy jól érezték magunkat, most nem kellett oldalt választani, viszont remélem, hogy sok értékes gondolatot azt otthon is hallhattak. Most köszönöm szépen, hogy itt voltak, Csattal pedig jövő hét hétfőn jelentkezünk. Viszontlátásra!